Üdvözöllek! Ebben a videóban egy érdekes programmal ismerkednék meg, ami a SyncPlay névre hallgat. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy tulajdonképpen közösen nézzünk egy videót, mintha csak egy helyen lennénk, tehát például a tévé előtt. De lehetünk a világ akár két különböző pontján is, lényegében akármennyien. Ennek ellenére mégis úgy tudjuk nézni a videókat, vagy filmeket, vagy akármit, mintha csak egy helyen lennénk, és mindenkinek lenne egy-egy távirányítója, mondjuk TV esetén, függetlenül attól, mint ahogy mondtam, hogy a világ különböző pontjain vagyunk. Ez felhasználható többféle céllal, például ilyen konferencia jelleggel. Nézzünk valamilyen videót, és akkor közben lehet például beszélni Skype-on, vagy egyéb megoldással. Nézzük meg ezt a gyakorlatban inkább, mert úgy gondolom, hogy talán érthetőbb lesz. Innen kellene letölteni syncplay.pl/download, és akkor itt van a Windowshoz készült változat, illetve tulajdonképpen kétféle van, az 1.4, ami még nem a végleges, de már a kiadásra jelölt változat, illetve itt van az 1.3.4 is. Hát én kipróbáltam, és tulajdonképpen az 1.4 is jól működött, szóval azzal is tetszett próbált igazából. Én azt töltöttem le, mint itt látható is, de amúgy egyéb rendszerekre is elérhető. Illetve a VLC lejátszó is kellene hozzá, hát most itt a link az egy kicsit csúnya lett, tehát ezen a címen érhető el, itt van a VLC letöltés, és akkor itt ki lehet választani a Windows-t. Én ezeket már letöltöttem, akkor először is a VLC-t kellene feltelepíteni. Már hogyha neked éppen nincsen feltelepítve, mivel viszonylag népszerű lejátsz, ezért elképzelhető, hogy neked fel van már telepítve. Hát a nyelv az magyar, én most akkor hagynám azon. Tovább, tovább. Be lehet állítani, miket szeretnénk feltelepíteni, hát szerintem nekem a webes bővítmények azok talán nem is nagyon kellenek. Társításokat szintén meg lehet adni itt akár részletesen is, de most én ezt hagyom így, ahogy van. Tovább, telepítés helyét persze be lehet állítani, de most én azzal nem foglalkoznék, hanem telepítés. Rendben, most akkor ezt nem fogom elindítani, kiveszem befejezés. Aztán a következő SyncPlay telepítése lenne, azt is elindítom, hát ez magyar nyelven nem érhető el, de ez nem igazán jelent problémát, úgy gondolom. Oké, elfogadjuk használat feltételeit. És elméletileg ez a VLC telepítési mappáját megtalálja, de hogyha esetleg nem, vagy szeretnél róla megbizonyosodni, akkor ide kell kattintani. És látható, hogy nekem felismert, itt ki is van választva. Oké. De ha nem lenne, akkor itt keresd meg, és akkor állítsd be. Ez a SyncPlay interfészre szükség van, szóval ezt így kéne hagyni. Illetve itt meg lehet adni, hogy automatikusan keresse a frissítéseket. Hát ez igény kérdése, most ezt így hagyom. És akkor tulajdonképpen telepítés. Ezt a folyamatot mindenkinek meg kell természetesen tenni, aki szeretne videókat nézni közösen másokkal. Tehát fel kell telepíteni a VLC-t, meg a SyncPlay-t is. Close. Elindítom akkor a Start menüből. SyncPlay, és akkor el is indult. Van itt egy ilyen rögtön, hogy szerver cím. Tulajdonképpen a SyncPlay-el saját szervert is lehet létrehozni, de nem hiszem, hogy ezzel olyan nagyon sokan szeretnének foglalkozni. Na, ha ezt legördítjük, ezt a listát, akkor látható, hogy itt vannak ilyen publikus szerverek, amit tulajdonképpen maga a SyncPlay készítői biztosítanak a számunkra. Ezekről lenne itt szó, hát mondjuk akkor kiválasztom ezt listából. Szerver jelszó, hogyha van, hát nincsen. Felhasználó név, ez opcionális. Na most akkor megadom azt, hogy videó tanfolyam. És az úgynevezett szobát is meg kell adni, ahol a többiekkel majd leszünk. Ennek adható valamilyen egyedi név. Videó tanfolyam, szoba például. Így, és akkor a videó lejátszó, az a VLC, azt ő itt automatikusan kitölti, ha nem így lenne, akkor itt a browserral ezt be lehet tolmozni, és akkor a media file, az a videó, amit meg szeretnénk nézni a többiekkel. Ezt szintén be kell tolmozni. Esetemben erről lenne szó. És ha tulajdonképpen így ennyi lenne, kattintsunk erre a gombra. Ezt bezárom, folytatás. El is indult a videó, de ezt persze megállíthatjuk, illetve bármikor el is indíthatjuk természetesen, vagy éppen ideiglenesen megállíthatjuk. És akkor itt van maga a SyncPlay, hogyha erre a gombra kattintunk, akkor ezzel tudjuk jelezni, hogy mi készen állunk a videó megnézésére, vagy videók, ide lehet húzni egyébként további videókat. Természetesen ennek a videónak mindenkinek meg kell lennie,
És most akkor azt fogom csinálni, hogy én becsatlakozok ebbe a videótanfolyam szobába nézőként egy másik számítógépről. Ez megtörtént, és akkor látható, hogy itt rögtön villog is a lejátszóban, hogy not ready, illetve itt jelzi, hogy a videótanfolyam 2 néző az nem áll készen a videó megnézésére. Most akkor bejelölöm, hogy készen állok, és már is közli, hogy everyone is ready. Két felhasználó, két néző. És akkor ilyen talán ez a tulajdonképpen nézhetjük ezt a videót, de hogyha például mi itt megállítjuk, ideiglenesen szüneteltetjük, akkor az mindenkinél meg fog állni. Nem csak itt, hanem mindenkinél, aki nézi ezt a videót éppen velünk. De ráadásul még azt is meg lehet tenni, hogyha itt beletekerünk, akkor az mindenkinél beletekerődik. Tehát mindenkinél odaugrik az adott részhez. Megmutatom most ezt a másiknál. Látható, hogy ahogy beletekerek, itt ugyanúgy szépen odaugrik. Vagy ha a másik gépen elindítom, akkor szintén itt is el fog indulni, illetve hát ugye mindenkinél. Ha megállítom, akkor pedig mindenkinél megáll. És ilyenkor ez persze, hogyha olyan jellegű videóról van szó, akkor ezt ki lehet beszélni, meg lehet állítani, ide-oda lehet benne ugrálni, és ilyesmit. Tehát akár ilyen célra is fel lehet ezt használni, vagy csak szimplán videók, vagy egyebek közös megnézésére. Illetve a másik lehetősége, hogy nem csak a számítógépen lévő videókat tudjuk így megnézni, hanem például a YouTube videókat szintén meg tudjuk így nézni. A VLC önmagában alkalmas erre egyébként. Most akkor ezt már nem mutatom meg csak annyira, hogy az elindításáig, illetve amit még itt tudni kell, hogy ahogy mondtam is, közös lejátszási lista van, úgyhogy ez be van jelölve legalábbis, és ide lehet további videókat ráhúzni erre a részre, és akkor azok majd szépen sorban következnek. És akkor bezárok mindent, és rögzítem. Így, elindítom újra, és a beállításokat tulajdonképpen megőrzi. És itt a média file az nem csak egy számítógépünkön lévő fájl lehet, hanem egy YouTube videó is, csak szimplán kimásoljuk a linkjét, és akkor elindítjuk. És már is elindul. Ezt ugyanúgy lehet tulajdonképpen közösen nézni, mint a számítógépünkön lévő videó, csak most persze szól, hogy a fájl az különbözik, a videó fájl a két felhasználónál. Hát nyilván ugye azért, mert a másik felhasználó, a másik néző még az előző videót nézi. De tulajdonképpen ez így működik. Ahogy mondtam, saját szervert is lehet vele létrehozni, de most arra nem térnék ki, mert ez viszonylag bonyolult a folyamat, de úgy gondolom, hogy alapvetően ezek a publikus szerverek, ezek megfelelnek. Kitalálsz neki egy olyan nevet, bezárok újra mindent, hogy érthetőbb legyen, tehát kitalálsz valamilyen egyedi szobanevet, és akkor ahhoz nem igazán tudnak mások csatlakozni, csak azok, akik tudják a szobanevét. De saját szervert is létre lehet hozni, akinek ez fontos. De alapjában tulajdonképpen ez így működne, hát nem egy nagyon bonyolult, viszont úgy gondolom, hogy vannak hasznos alkalmazási lehetőségei.